ez a toros csusza, én úgy hívom, hogy gazdagon. Hát ennyi húsos szalonnával. Mit ír a szakirodalom? A szakácskönyv. Hasalja szalonna. Húsos szalonna. Nehogy hasalja szalonnából csináljon valaki. Hát csináljon, ha olyat akar. De ez ínyenceknek való. Húsos szalonnát kisütjük. Pici kis zsíradék. Egy kis zsíradékot, mert ne ezen... meg, nem sok zsír mert van. Ezen nem elég a zsíradék. Így van. Ebbe. Egy kis disznózsírral van. Aláöntve. A 6 mm x 6 mm-esre vágott kis húsos szalonna kockákról van szó, ugye jól mondom? Na most ezt képzeld el. Képzeld el. Ezekből kisül ez a zamatos, húsos. Füstölt húsos. Így van, zsír. A tésztavíz, az forr, fő benne a tészta. Ez egy vékony csúszatészta, amit ilyen nagy darabokban van, és én összetöröm akkor ára mindig, hogy ebben kezelhető legyen a kanállal, mert túrós csúszát parasztember kanállal leszi. Azt mondta apám, apám apja, nekem nem olyan asszony kell, aki vellával piszkálgatja a túrós csúszát, hanem kanállal leszi. Ezt a szalonnát kisütjük, és a mindjárt leszűrendő csúszatésztára, amit lecsorgatunk, rárakjuk ennek a kisült szalonnának a zsírját. Süssük meg gyorsan ezt a szalonnát. Mert az egészet így csináljuk a sparhelt lapon szabad tüzet. Gyönyörű. Meg van tervezve. Az a legjobb, ha egy ételben minél több mindent bele tudunk magyarázni. Annál hangzatos, annál kívánatosabb. Jaj. Ha egy étel köré minél nagyobb ideológiát lehet fűzni, nem? Készen van. Köszönöm. Hoztam a tésztát is, nézd. Nagyon jó. Na szóval ez a vékony csúszatészta. Jó meleg még. Hol is csináljuk? Itt csináljuk itt. Csináljuk itt. Az majd kiderül, hogy a csúszához hogy kerül fokhagyma. Fogjuk. De jó illata van. Egy. Na ettől lehet ámásúzni, megkaszálni. Nyugodt lehetsz. Nincs rajta semmi más. Csak ez a semmi sült szalonna zsír. Ilyenkor hét lakat alá eltéve, mert a vendégek, mindig azt veszem észre, sunyognak ez az edény köré. És akkor addig elő tudjuk készíteni, ami rákerül? Így van. Kihoztuk a tejfölt, a túrót, ugye ez egy sós kikevert tejföl már. Így van. Rengeteg, kb. Egy liter. Tedd már meg, hogy ezt, tedd már meg azt, hogy előtte kellett volna, de most mi mindent fordítva csinálunk. Keverjen bele, ez a lényeg. Ez egy nagyon jó lágy túró, úgyhogy nem lesz nagy ügy. Egy negyed kiló. Még egy étel hála az égnek, ami fokhagymássá vált. Én ennek örülök. Az a lényeg, hogy egy egész fej fokhagymát megtisztítottunk. Hát most azért nem rakjuk bele mindent. Bele kell rakni, el kell menni a határig, addig, amíg nem érződik túlságosan. Tehát amíg annyit érzel belőle, mintha egy gerezdet tennél. Na ennyi, pont jó. Jó. És közben már mindjárt. Be is borsozod? Így van. Jól elkevertem. Kóstolunk. Nem is érzem. Zavaró a fokhagyma? Nem. Inkább megerősítette a túróízt. Nagyon jó. Ugye? Igen. Jön a tiszta. Mehet rá. Egy a fontos, hogy ez ilyen tocsogós legyen. Ez, ahogy most látom így ránézésre, most jó. Jó az arány? Most jó. Akik már ezt csinálják, mindig tudod, hol rontják el? A sütésnél. Amikor beleteszik a tepsibe, és túl vastagon rakják. Ez pont belefér. Ennek három újnyi vastagnál nem szabad többnek lenni. Jó, akkor mindenki a saját edény méretéhez kísérletezze ki, hogy mennyi tészta, mennyi túró tejföl kell, hogy a tepsiben így három újnyi. Nézd. Aha. Két és fél. Két hát és fél. Három az enyém, neked két és fél. Tehát olyan nem sül át három különben. Centi legyen. Nem sül át különben, és olyan főt lesz a belse. Nem jó úgy. Na, ezt szeretem, mikor ilyen munkát végeznek, hogy marad. Hup, 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 hup.
fölhajítjuk rá. Láttad ezt a szerkezetet? Ez nagyon nagy ötlet. Óriási. Csináltál a sparheltedből egy sütőt. Megpakoljuk még? Megpakoljuk, és egy 20 perc múlva megesszük. Annyi nem lesz. Negyed óra? Még jobb. Korom ráült egy kicsit, mert nem aláment zavar a födőnek. Kellene. De alul már nem. Semmi bajod. De belül tökéletes.